Ha elmegyünk, Uram, kifejezi be a templomot. Hol találunk otthonra majd mi hazátlanok? Hagyod, hogy elmenjünk, mert mindenki költözködik. Add, Uram, hogy túléljük ezt az újkori népvándorlást. Eddig is messze éltünk az ünneptől. Bocsásd meg, Uram, hogy csendben megyünk el, mert a hallgatásunk több, mint bűnrészesség. Mégsem értünk szegeztek keresztre, ha elszólítod mellőlünk a temetőt, már nem vádolhatsz bennünket semmivel. Ha elmegyünk, és üresen kong a csend kutyainkban és pincéinkben, már hiába bánjuk meg ezerszer, ha ellened védkeztünk. Már sohasem tudjuk meg, hol hibáztuk el. Mert annál veszélyesebb a bűnlajstrom, minél alaptalanabb. De adj lehetőségeket is, Uram, hogy összeterelődjenek azok, akik most arra nagyon szétszóródtak. Legyél nekünk az örök harang szó, mely elkísér, mert mi már csak rossz felé indulhatunk. Ültem az ágyon, és arra gondoltam, hogy talán fent a hegyekben tényleg lehetnek farkasok. Ilyenkor indulnak vadászatra, amikor leendő áldozataik szeméből nem kopott ki egészen az álmosság. Mégis előmerészkedtek rejtekükből. Tudtam, hogy jön egy újabb roham. Nem akartam elaludni, mert felriadni rosszabb. Ha bevackolta magát az ember valamelyik visszatérő álmába, akkor szeretne a végére járni, aztán elfelejteni. Mert ha hirtelen ébred, az álom megmarad, mint valami tudatalatti kísértet folyton emlékeztet valakire, és a lelki ismeretre hivatkozik. Elszalasztott alkalmakra, amelyeken változtatni visszamenőlegesen úgy sem lehet. Csak a bűntudat kering a szürkületben. Az alkalmazkodást tapasztaltam egykori általános iskolás osztálytársaim között, ha hazajöttem a szünidőkben. Horvát akcentussal kezdtek beszélni, hiszen más nyelvű lett a baráti körük. Átültettek számos köznyelvi kifejezést a magyar mondatokba is. Csak egyszer próbáltam szóba hozni, hogy a nyelv általatok is hagyományozódik. Miért nem figyeltek oda, hogy a magyar szavak ne szoruljanak ki teljesen a beszédetekből? De a valóság az volt, hogy eszékre jártak, ahol természetesen kizárólag horvát nyelven tanultak. Lassan egymás köszön beszéltek magyarul, mert folyton elverték őket. A kisebbségek bizonyultak a legalkalmasabbnak a fosztogatásra is, főleg az első szakközépben. Tőlük következmények nélkül lehetett elszedni a pénzt, hiszen úgy sem mertek megnyikkanni, döcögő nyelvtudásukkal esetleg az igazgatóhoz bekopogni. De nem volt ez másképp azok esetében sem, akik szerbiai iskolákban tanultak tovább. Meg akartuk óvni minden bajtól, hatalmas barna vászonnal leterítettük. Úgy hagytuk alatt a utcáinkat, szobáinkat, amilyennek álmodtuk, ahogy éltünk. Messziről figyeljük a felületét, hogyan változnak az ismerős hajlatok. Észlelünk-e mozgást a hegy lábánál? Vagy a füstóriás mindent eltapos? A színét sem látjuk többé a környéken, Óvatosan emeljük meg a vászon szélét. Kíváncsian lessük ki lett szüleink gazdája. Lehet, hogy tévedünk. Vásznunk sincsen, csak szárnyunk feszül egy kihalt szárnyasokról szóló gyűjteményben.